A kormányzati portálon került meghirdetésre a 2020 évre vonatkozó, az önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati felhívás. Erre adta most be önkormányzatunk is a támogatási igényét. Több kategóriában is lehetett jelentkezni, a kalocsai városvezetők az útfelújítás mellett döntöttek. Itt a belügyminisztérium 3 pályázati kategóriában írt ki pályázatot. Ez egy visszanemtérítendő támogatási igény. Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztését, bölcsöde, óvoda, egészségügyi fejlesztés, B az sport, infrastruktúra fejlesztés, C belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Arra a szakmai álláspontra jutottunk, hogy ugye más pályázataink vannak bölcsöde, óvoda fejlesztésre, illetve sport és infrastruktúra fejlesztésre is, viszont a belterületi utak azok nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a városban. Így a szakértők véleménye és a lakossági igények alapján a Kubinszki utcát újítanák meg sikeres elbírálás esetén. A pályázati intenzitás 75%-os, de vissza nem térítendő. Nagyon rossz állapotúak a belterület útjaink, az útburkolatok állapota bizony nagyon-nagyon rossz. Ez a Kubinszki utca, lehet ezt mondani, akkor dobogós helyen van, közel a belvároshoz. Úgy gondolom, hogy ennek a felújítása rendkívül indokolt. A bizottság foglalkozott a napirenddel, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Remélem azt, hogy októberben kedvező pályázati elbírálással tudunk beszámolni. Na, ha rátekintünk a város térképére, akkor láthatjuk, hogy a Kubinszki utca egy igen hosszú és két főútvonalat összekötő út az 51-es és a Kossuth-Lajos utca között. Véleményem szerint a felújítás nagyban hozzá fog járulni a Kalocsaváros egyéb főútvonalainak a tehermentesítéséhez, továbbá hozzá fog járulni a kórház jobb elérhetőségéhez, és harmadrészben pedig ne felejtsük el, hogy a Kubinszki utca végén található a Paprika Múzeum, ahová rendszeresen hatalmas súlyú buszok közlekednek, ami hát nem nagyon tett jót a jelenleg is igen rossz állapotban lévő útfelületnek. Ez is megoldást fog nyerni. A képviselőtestületi ülésen elhangzott, több kalocsai utca is mielőbbi felújításra szorulna. Erre keresi most a város vezetés a megoldási lehetőségeket. A Kubinszki utca példája az egész városnak a betonút hálózatát azt gondolom, hogy tükrözi. Tehát bárhol megyünk betonozott úton, mindenhol nagyon-nagyon rossz az útburkolat minősége, rengeteg a gödör, a töredezés, a különböző terepviszonyok miatt, ahol feljebb emelkedik az útburkolat, nagyon-nagyon rossz állapotban van Kalocsán az úthálózat. Bármelyik utcánkra ráférne a felújítás, belvárosban, külsőbb kerületekben, vagy akár a perem kerületeken is. 30 éve épült ez az út, a Kubinszki utca, 30 éve, és azóta ezen a betonozott szakaszon semmiféle felújítás nem történt. De ezt el tudjuk mondani a többi útburkolatunkra is, úgyhogy igen-igen kátyús. Az utcának a teljes hossza 645 méter. Itt most egy ilyen pályázati lehetőség nyílt. Ez a pályázati lehetőség minden évben megnyílik az önkormányzatok előtt, a kalocsai önkormányzat előtt is. Ezt hangsúlyozni kívánom, hogy eddig ezen a pályázaton Kalocsa nem volt eredményes, ezen a pályázati ablakon. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy idén az lesz. Illetve az, hogy más település is nagyon küzd ezzel, hogy rosszak az útburkolatok, és a belterületi, az önkormányzatok által üzemeltetett belterületi úthálózatokra, hogy milyen forrásból tudják felújítani az önkormányzatokat, hatalmas a versenyhelyzet, nyilván ebbe mi is ringbe szállunk. A képviselő testület a határozati javaslatot 11 igennel, nem szavazat nélkül egyhangulag elfogadta, így a pályázat beadásra került, várhatóan októberben hirdetnek eredményt.